Közúti közlekedési baleset történt a 3227-es számú úton Jászapáti és Jászkísér között. A Jászlikon-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint teherautóval ütközött össze egy személyautó Jászapáti térségében. A Jászkísér felé vezető 3227-es út 25-ös, 26-os kilométere között. A rendelkezésre álló adatok alapján egy jászkíséri lakos közlekedett személygépjárművel Jászapáti irányából Jászkísér felé. Haladása során neki ütközött az előtte balra bekanyarodni szándékozó tehergépjármű hátuljának. A baleset során az elsődleges orvosi vélemény szerint a jármű vezetője súlyos, míg utasa súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A jászkíséri önkormányzati tűzoltók egy embert feszítő vágóval szabadítottak ki az autóból, így a mentősök megkezdhették az ellátást. Összeütközött egy személygépkocsi, illetve egy dobozos teherautó Jászapáti külterületén. Az esethez a jászkíséri önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik mind a két járművet áramtalanították. A személyautóba egy ember beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították, illetve átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták.